Én azért hoztam csak vodkát, hogy a Főnix meccs lesz a Pénix. És megkezdődött akkor a stratégiai pontok elfogadása, sötét befoglalt kettő erőteret ott a középen. Egyre nagyon örülök, azonnal egy teleport, és akkor az Unicorn is letámadta a sárkányt. Nézzük, az Unicorn is nál van a gyorsaság felé fölé, viszont a sárkány erősebb. És talán nagyobbat is sem lesz, mert nem vagyok biztos. Szép futkorászás zajlik itt az erdőben. Egyelőre nincsen kempelés. Hopp, hopp, egy nagyon gyors találat az Unicorn is behúzott egyet. Viszont vigyázzunk, mert a sárkány erősebb. Még egy találat, és vége van annak az óriásnak, így nap. És meg is van. Egy közös, egyszer találta az, hogy levitte az egészségét az Unicorn is mikhez, de ő került ki győztesen. És már ott van, a vár árokban van gyakorlatilag az a ló. Itt az idő, hogy megpróbálja visszafoglalni a goblin, és egy nagyon világos mezőn áll meg, ami ő neki nem annyira előnyös. És előre is tudok. Egy nagyon tűnök, egy ragyogó mezőn a Montiborral. Nála van a gyorsaság fölé, nála volt az egészség. És, na, kinek jobb a szeme? Nehéz így lőni, ez a nagy világos keret azért gátolja a precíz célzást. Vagy csak én ittam már túl sokat. Igen, a Manticore lövedik a szívesen. De mondjuk azért, hogy nézzük, itt karakterpozícióban, úgyhogy ott bemegy. Ez... nem tudom, hogy a Sprite detektálás lőnek, hogy most a számít, hogy szívesen a lövedéke. Olvastam egy leírást, és lehet, hogy igen. Legyenek, kihegyelítette egy nagyon gyors lövéssel. Lehet, hogy nem is lőtte, hanem válból dobta azt a nyilat. És lebírta a sötétet. Elég kiegyenlített most a meccs, a kezdeti világos dominanciát nem lehet, hogy meg tudja törni a sötét. Ott van egy támadó Unicorn is a várárokban. Ez is magától elengedi. Nézd, ez is szépen. Ez is szépen, ez ilyen. Ne, nagyon precíz. Szar, csinálj. Ez nem kifejezni, hogy merre fog menni. Menjünk oda azt a módhatásokat. Nagyon tiszta a pálya közepe, nem lehet a kultánról. Átmentek a kis pályára az öltözőbe hadakozni, és megvan behúztuk ezt is. Van egy mókus tóka a falon. Hogy van a csökkentő? Feltámasztató nem volt. Az a ló az ott van a legjobb, nem legyen jövővel. És most van a sárkány. Sárkány jön, és nem tudtuk volna rátenni arra az Unicorn Mista? De hogyha nem akartuk, viszont itt a nagy esély arra, igen, hogy be tudja húzni a várat a világos, bár nagyon csíp az a lövegünk, amit a varázslónyóra küld, az a villám, és gyors is. De eddig a pontos lövésénő volt híres, most is betalált az Unicorn is, de sajnos erőfölényben volt a primadonna. Micsoda, hogy? Igen, akkor lehet gyújtani a varázslót, hogyha nem áll az erőm azon. Rizikós elhagyni azt a mezőt. Viszont az erőtereken gyorsabban is gyógyulnak az egységek. Na, egy Jin sárkány meccs, mind a kettő hatalmas, egy duzzadó életcsíkkal, nagyon erős lövésekkel, hosszú mérkőzést idézünk elébe, kivéve, hogyha a sárkány csak ott kavarni beteg jól magillában. Lehet, hogy már nincs előtte ígyen, ez az élő valóságtán, hogy föltámasztotta. Hoppá, azért valóságtán is tud harapni. Na, ott mindig nagyon veszélyes keresztül mellett a konyhán,
és ez be is jött, a Spice-ból sikerült kipécézni a sárkányt, és megtalálták az a világos játékos, kezd alkonyulni. A világosnak konyul, azért mert alkonyul. Amíg a várban együtt az, mi történt? Egy helycserés támadás volt. Az Unicorn is betelen volt át a szinte a vár elsőbe. Azt a nagyon szép, kidugta, kilőtt, visszahúzta, nyert. És itt az idő. Ha egyszer utazóra utazunk, az minden az nagyon nem volt túl magas élete az a világ, így tudott visszakorfogolni. Annak is takarnak. És hallott? Ő is úgy csinálja, mint én. A két szemek közé a homlokát. Én is úgy Thank you.